Rimaszombatban a református egyház nem a városi óvodát veszi át, mint ahogy arról korábban szó volt, a református gimnázium udvarán épít új magyar nevelési nyelvű óvodát. Ez a hátsó osztályterem, vagy csoportszoba. Az intézmény a zsinati tanács döntésének értelmében egy iskolaközpont részeként működik majd, ahol 3 éves kortól érettségig fogják oktatni a gyerekeket. Az óvodát a tervek szerint 2019. szeptemberében nyitják meg. Július 24-én lett hatályos az építkezési engedély, másnapra kimérték az épületet, és harmadnapra elkezdtük a tereprendezést. Jelenleg éppen a sávalapok ásása folyik, reménységünk szerint szeptemberre szeretnénk már falakat húzni, és novemberre tető alá tenni az épületet. Az óvodában 3 csoportszoba, háló, étkező, közösségi terem és fedett terasz is lesz. A bejárat fölött, mint a vártemplomokban szokás, kis csoportos foglalkozásokra alkalmas felházat alakítanak ki. Magyar állami támogatásból Szlovákiában 2020-ig elméletileg összesen 16 református óvodát és 4 bölcsődét kellene létrehozni. Az elsőket már jövőre átadják. Próbáltunk egyeztetni az Oktatásügyi Minisztériummal, és azt kérték, hogy ilyen blokkokba nyújtsuk be az igényeket az óvodák átvételére, illetve az óvoda hálózatba való bevonásra, és feltételezhetően bölcsődével együtt, óvodával együtt szerintem olyan 3-4 új létesítmény az, amelyet bevonunk majd a hálózatba. De lehet, hogy több sikeredik. A rimaszombati óvodát a református gimnázium igazgatása alá vonják, ami nem egyedi megoldás. Egyházi iskolaközpont Magyarországon és Szlovákiában is működik. Az óvodai programban a nemzeti és az egyházi jelleg is hangsúlyosan jelen lesz. Ebben az óvodában mi mindenképpen azt szeretnénk, hogy ez a két alapelv és értékrend érvényesüljön. Egyrészt megismerkedjenek a magyar kultúra alapjaival, természetesen azokkal, amik számukra közel állnak, tehát mondókák, versikék, népmesék, és a másik oldalon azért néhány bibliai történetet is megismerjenek az alatt, az idő alatt, amíg az óvodába járnak. A városi hivataltól származó információk szerint a helyi óvodákban működő magyar csoportokban jelenleg 60 főt tudnak fogadni, miközben a városban 150, 3 és 6 év közötti magyar nemzetiségű gyerek van. Az egyházi statisztikák alapján évente nagyjából 25-30 magyar családban tartanak keresztelőt. Ezek a számok iránymutatóak. Az új óvodába előzetes jelentkezéseket már most is fogadnak, a városból és vidékről is.